Itt már arról beszélgetünk is, hogy kimenne az űrbe és kifelejtette el pályázni. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Mondtam Stumpf Andrásnak, egyik vendégünknek, hogy még nem késett, levárja meg Ferenc Orsolyát, hát ha el lehet intézni. Pető Péter, nem tudom, akarná-e menni, szerbusztok. Nem. Nem? Nem nekem való az űr. Te? Honnan tudod? Azt mondom, hogy sokan örülnének, hogyha inkább az űrben lennék, úgyhogy lehet. Ha kilőnének? Igen. Óriási kaland lesz egyébként annak, akinek ez sikerül. Nyilvánvalóan, és egészen más ez már, mint mondjuk Farkas Bertalan idejében, nem beszélve az első űrutazásokról. Tehát mások a biztonsági feltételek is. És milyen jó, hogy nem Völnerről az űrügyi biztos, mert akkor mások lennének a bejutási feltételek. Az, az biztos. Na jó, ez majd az adás végén lesz igazán téma. Azzal kezdtem volna, hogy mit szóltok a teniszszövetség furcsa tesztelési szokásaihoz. Tehát most azért megtudtuk, hogy a Lázár vezette teniszszövetség a Merkeli által vezetett Semmelweis Egyetemről szerezte azokat az igazolásokat, amelyek a meg nem történt PCR tesztekről szólnak. Azért ez így eléggé szép. Még akkor is, ha ők személyesen adott esetben nem felelnek érte, mit talán. Egészen elképesztő történet egyébként. Én a második részét még nem írtuk, mikor eljöttem a szerkesztőségből, az elsőt már igen. És hogy őszintén azért is hökkent meg, mert ez tényleg az a szint, amit földolgozni se tudok. Tehát, hogy profi olyan pénzmennyiség mellett, ami beleömlik a magyar sportba. Abban a teniszszövetségben, amelyben ugye már följelentések sokassága volt, ahonnan még a fideszes elnököt is le kellett szedni, mert nem tudtak elszámolni a pénzzel, és a magyar költségvetésnek a magyar emberek pénzéből, azt hiszem, így szokták mondani, kellett kipótolni. Ezután jön egy új vezetés, egy másik fideszes politikus az ilyen, és ebben nyilván Lázár János nem érintett, mert hogy mondjam, a közleményből is világos volt, hogy elég gyorsan intézkedett, és elég egyenes lépéseket tett ezúttal, de hogy ezt hogyan képzelik profi sportok, és azt értem, mi a jó benne. Tehát ugye hogy itt arról van szó, hogy ne kelljen tesztelni azért, jó teszteket, tehát negatív tesztek, teszt eredményeket, vagy tesztigazolásokat szereztek. Na de könyörgöm, ha én viszek egy válogatottat, vagy bárkit, csapatot valahova, hát ha az egyiket beteszem, mondjuk pozitívként úgy, hogy én nem tudom, hát egész válogatottamat szétfertőzhetek. De meg nincs olyan verseny, ahol a verseny kezdetekor is, hát minden áldott nap ne tesztelnék őket. Tehát ez maximum csak az elindulást segítette, aztán semmi mást. De hát meg az az orvos, aki manapság kiállít úgy tesztek sokasságáról dokumentumot, hogy nem is volt tesztelés. Jó, hát meg olyan orvosok is vannak, akik meg a csapba öntik az oltóanyagot, és nem szúrják be, és akkor arról ugye egy ilyen sztorink is van, tehát hogy nagy az Isten állatkertje, előfordul benne mindenféle. Tehát, de hogy teljesen irracionális a történet, tehát nem értem én sem, hogy mit nyertek rajta. És ugye, ráadásul le is buktak. Tehát, úgy, hát nem volt nehéz, mert nem volt nehéz, igen. Amit megírt, de utána megírtuk, ugye, hogy szövetségi alkalmazott küldött ki olyan levelet, amelyben biztosította, biztosította a szülőket, hogy így megúszták a gyerekek a tesztet, és vagy a de jó. Ügyfeleket, hogy megúszták a tesztet, és akkor mindenki boldog lehetett. Jó, csak aztán másnap beülnek a mikrobuszba, elmennek a versenyre, vagy a repülőre még inkább, és az első, amit a rendező ország tesz, hogy tesztel. Tehát, hogy tényleg semmi értelme nincsen. Na jó, csak egy kis kaland a magyar hétköznapokból. Az, hogy egy kormányinfón milyen kérdéseket tesznek fel az újságíró kollégák, és mire kapnak választ, és mire nem, az egyfelől persze mindig érdekes, másrészt mindig sokat mondó. Ma például rengeteg kérdés kapott Gulyás Gergely az ellenzéki sajtótól a Völner ügyről. És voltak éppen, miközben mindenre válaszolt, semmire nem felelt. Hát ez csak azt mutatja, hogy Gulyás Gergely jó politikus, tehát beletanult a szerepébe, sokat tud úgy beszélni, hogy valójában állítás nem hangzik el. Azért egy mégis elhangzott. Mégpedig az, hogy ők nem tudtak arról sem, hogy házkutatás lesz. Ő neki a saját minisztériumában házkutatást tartottak, és nekünk ezt el kellene hinnünk, hogy ő neki erről nem volt tudomása, azért, mert ez egy titkos házkutatás volt. Nyilván, hogyha hogy bejönnek így emberek, elviszik a számítógépet, a folyosón hát mennek vele. Hát azt mondta, hogy nem is abban az épületben, és voltak éppen Süle János minisztériumában, a hozzátartozó Süle János féle minisztériumban. Igen, de azért ne szórakozunk már. Süli. Tehát az, hogy három minisztériumi intézményben is tartanak egy házkutatást, az, hogy három házkutatást, az nem tűnik föl senkinek a minisztériumokban. Úgyhogy nézzük az egészet, az egész Völner ügyet. Ugye Polt Péter kiad egy nyilatkozatot, nyilván ez is teljesen magától. Tehát egyszer csak úgy gondolta, hogy neki most egy fideszes parlamenti képviselővel szemben nyilatkozatban kell elmondani, hogy ez gyanúsított, és mivel lehet gyanúsítani őt. Erről nyilván nem tudott erről sem senki a politikából, se a miniszterelnök, mint azt megtudjuk, se Gulyás Gergely. Azért ez számomra elég életszerűtlen, hogy így történt volna. Bizonyítani viszont nem fogjuk tudni az ellenkezőjét soha, csak életszerűtlennek fogom tudni nevezni, annak nevezem is.
Innentől kezdve Gulyás Gergely nyugodtan mondhatja azt, hogy, hogy ő nekik fogalmuk nem volt erről, ezt a Független Magyar Ügyészség intézte, kész, nincs itt semmi látnivaló. A tények szempontjából nyilván fontos, hogy, hogy az igazat tudjuk-e, vagy sem, de egyébként mi változtat, hogy tudott róla, vagy sem? Most attól elvonatkoztatva, hogy jó lenne, hogyha az igazságot valóban megtudnánk. Semmi, a lényeget, ami a lényeget illeti, nem változtat. Mert hogy neki is korán volt, hogy reggel 7-kor kezdődött azért ez a kormányinfó, lehet, hogy... Elej elég kalandos volt minden szempontból. Újságírókat kapcsolódó sztereotípiákat próbálták ugye, erősíteni azzal, hogy ilyen korán biztos nem kellene, de fölkeltek, ugye ez kiderült a kormányinfóból. Én egy kicsit a másik részét, vagy a politikai dimenzióját érdekel engem az ügynek nagyon, mert ugye itt újságírói kérdésekről van szó, az újságírók elmennek, fölteszik a kérdéseket, majd hazamennek és megállapítják, hogy kaptak rá válaszokat, vagy nem. Amennyiben kaptak, akkor azokból dolgoznak tovább, ha nem kaptak, akkor... Hát akkor abból. Mert hát igen, de úgy értem, hogy akkor a munkájuk... Válasz, de ennek van egy politikai dimenzió, tehát én szeretem mindig azt az egyszerű kérdést feltenni, hogy képzeljük el, nem, sajnos nem kérdés, de kérdésnek becézem, képzeljük el azt a helyzetet, hogy ezt az ügyet ebben a formában Orbán Viktor és a Fidesz kapja a kezébe ellenzéki pozícióba 6 hónappal a választások előtt. Hogy az itt tartana-e politikai értelemben, mint ahol most. Tehát Gulyás Gergelynek, ha az a nyomás, hogy a független sajtó kérdéseire kell válaszolnia, ha ezzel a politikai nyomással kell találkozni, akkor elég olcsó megúszta a Fidesz, hiszen akkor nincs valódi politikai nyomás, tehát a politikai ellenzék részéről olyan típusú nyomás, ami reakciókra kényszeríti a hatalmat. Tehát az, hogy kírjuk a Facebookra, hogy Vargának mennie kell, vagy nem tudom kinek maradnia kell, valakinek mondani, az önmagában azért nem egy olyan innovatív politikai megoldás, ami miatt a Fidesznek ezzel az ügyel... Mit várnál? Mondom, én nem tudom, Szijjártó Pétert, ha elképzelem ebben a pozícióban, már régen volt, amikor még ilyen feladatokat látott, én biztos vagyok benne, hogy úgy napi 16 órába követni az illetékest, amíg valamilyen típusú reakcióra nem kényszeríteni. Most, hogy az Varga Judit ebben az ügyben vagy más, azt nem tudom, de én csak a emlékeim, amik az úgynevezett elmúlt 8 évre mennek vissza, ott biztos, hogy más típusú nyomással találkoztak ezek a politikusok, akik valami olyasmit követtek el, ami erkölcsbe, törvénybe, básba ütközik, ott biztos, hogy nem ilyen típusú nyomással találkoztak, mint most, ami lényegében Facebook posztokba merül ki. Hát gondoljunk bele, itt azért egy olyan képről van szó, hát ennél egyszerűbbet nem tudnak rajzolni nekik. Hát a igazságügy minisztérium előtt beszállt, emlékeim szerint az államtitkár 3 millió forint, az államtitkár, aki a végrehajtásokat intézi, tehát azoknak az ügyeit, akik kidobják a adósokat az igen, és ez tipikusan a Nokiás doboz, és emlékszünk a Nokiás dobozra? Igen. Azért emlékszünk a Nokiás dobozra, amit a tanult kolléga most elmondott, mert minden nap órákig volt Nokiás dobozról szó, és ezt akkor a Fidesz csinálta, mert pontosan tudta, hogy ez a politikai érdeke. Ez nem azt mutat, nem azt akarom mondani, hogy a Nokiás doboz ne lett volna ugyanolyan problémás, meg ugyanolyan gáz, mert az volt, csak éppen a politikai párt, aki szemben állt az akkori kormánnyal, fölépítette a sztorit, és nem engedte el, és nap mint nap mondta. De szerintem ebben igazad van, de ez szerintem meg abszolút legyen az ellenzék problémája. Tehát, hogy nem a politikai dimenzió, nem az újságírója, azért mondtam, az igen, újságíró azt tette, amit te igen, tudsz, szerintem, hogy kell, az kész, pont. Tehát így szerencsére a szakmával ebből az ügyben nincsen gond, mi is írtunk olyan Völner ügyet, olyan háttérsztorit az esztergomi ügyeikről, ami máshol nem jelent meg, mindenki ráment, vagy olyan szegmensére a történetnek, ami érdekes, ami a közpénzeket illeti, ami tényleg ami konkrétan újságírói munka, úgyhogy szerintem ez ügyben a tények ott vannak, de tényleg ilyen folyék egyszerűségű dolgok, hogy átveszi az acsiban a zsetont, és hogyha a politika ezzel nem tud mit kezdeni, vagy az ellenzéki politika, hát én akkor majd levonják a következtetést. Én azt vetettem fel ellenzéki politikusnak, már hirtelen nem is tudom, hogy kinek, hogy az hogyan van, hogy nem hallom naponta, hogy a végrehajtás hogyan zajlott a legszerencsétlenebbekkel szemben, akik tényleg az utolsó szalmaszába kapaszkodva fogták a kilincsüket, hogy nem jövök innen ki. Miközben ma már tudjuk, hogy lehet, hogy nem is kellett volna kijönniük, mert teljesen törvénytelenül zajlottak a végrehajtások, egy részüket tekintve, nyilván egy részüket tekintve. Hogy erről miért nem beszél az ellenzék? És mi volt a válasz? Mert ezt ne haragudj, de nem láttam ezt a műsorban. Hát az volt a válasz, hogy... Igen, ez nagyon fontos. Hát ez tényleg fontos. Hát azt gondolom, ez az egyik legfontosabb. Meg, ha arról beszélünk, hogy mit ért a szavazó, mert hogy nem érti, hogy a költségvetési hiány és az Európai Uniós források, mert ez hosszú, ezt a zsebbe, kell fejteni. A zsebbe 3 millió kenőpénzt, azt mindenki érti. Azt értik, pontosan. Ezeket érted. Akinek 12 éve a Fidesz az ellenfel, az azt hiszem, hogy nagyon abból megérthette volna, hogy milyen politikai logika, vagy milyen politikai dimenziói vannak egy ügynek. Tehát a csirkefarhátnál is ugye megállítom az árakat viszontlátásra, ugye ez a kulcsmondat, hogy emögött milyen szakpolitikák lesznek, vagy hogyan valósítható meg, az a kevéssé elmagyarázható, hogy nem széles rétegeket érintő Egyébként az is lehet, most belegondoltam, lehet, hogy rájöttek valamire az ellenzékben. Az is igaz, hogy az a korrupció tematika, az, hogy lopnak, stb., azt már nagyon régóta tolják, és egyébként egy csomó igazság is van benne, de ugye a
politikai kommunikációban az igazság az nem szempont, nem kell, hogy szempont legyen. Az jó lenne, ha lenne, de nem, alapvetően megvan az. Az újságíró dolga, hogy próbálják feltárni, ami van. A politikus dolga az, hogy próbáljon kreálni egy olyan világot, meg egy olyan narratívát, amelyben neki helye van, és neki kell hatalomra kerülni. Ebben neki a Fidesz parádés. Ebben parádés, viszont az ellenzék lehet, hogy rájött arra, és akkor viszont gondolkodás van emögött, és nem pedig slendriánság, meg trehányság, hogy ezt nem ütik ezt a vasat, hogy nem szokta az embereket érdekelni, immunisak arra, hogy lop, mindenki úgy gondolja, a többség úgy gondolja, hogy ez is lop, az is lop, nem ez számít, és ha nem ez számít, akkor nem ezzel kell foglalkozni. De akkor mi ez is elképzelhető. Ez egy nagyon fontos, amit az András mond szerintem, mert én masszívan azt gondolom, hogy a korrupciós tematika korlátait megmutatta az elmúlt 12 év, önmagában ezzel az ellenzék nem képes jobban. Már pedig az, hogy a fideszes államtitkár lop, az hát igen. Ez egy korrupciós tematika, mondom, ez egy nagyon érdekes felvetés, amit mondasz, ennek némi dolgok ellen mond. A Márki-Zay Péter szerintem akárhányszor itt ül, vagy ha nem is akárhányszor, nem akarok minden beszélt ellenőrizni. Az elmúlt ezer év, legkorruptabb igen. Magyar kormánya. Mit mondanak a plakátok? Rezsicsökkentés marad, családtámogatás marad, kerítés marad. Tehát Orbán megy. A Fidesz kulcspolitikái maradnak, viszont amikor beszélnek a tartalmak, akkor a elmúlt ezer év legkorruptabb kormányáról van szó. Ezt magyarul, ezt mondják maguk, is, hogy mi maradnak a jó dolgok, viszont nem fogunk lopni. De ha ez az ígéret, erre igen. Tematizálnak, hogy az elmúlt ezer év legkorruptabb kormányát kell elzavarni, ahogy azt Márki-Zay Péter szokta mondani, akkor abból az következik, hogy egy ilyen ügyet bele kell illeszteni abba. Abból viszont az, csak ugye az, amit Márki-Zay Péter mond, hogy az egy bármiféle stratégiába illeszkedik-e, az megint csak kérdés. De tényleg, tehát ezt most nem úgy mondom, a helyzetből is következik, hogy ott van ez a rengeteg párt, vagy pártocska és párt, és stb. És ezeknek valahogy össze kéne hangolni valami stratégiát, és Márki-Zay Péter már korábban mondja ezt, ugye az előválasztáson is már ezzel a szöveggel indul, amikor még ugye nem lehetett semmiféle közös stratégia. Tehát ezt mondogatja, de közben meg nincs egy valódi kommunikációs stratégia, legalábbis nem annyira látszik. Hát, hogy közben meg ebből a történetből mi legérdekes, hogy egy egészen visszataszító világ rajzolódik ki. Tehát az a fideszes, neres világ, amiről valójában az egész ellenzék szeretne elbeszélni, hogy nem ilyen országot akar, hát mikor oda telefonálgatnak vizsgajegyeké, hogy nem kell elmenni vizsgálni. Tehát annál hát bocsánat, amikor egy ilyen rejtői figura, mint ez a főszereplő a történetben, fölhívja a fővárosi, meg az országos igazságszolgáltatási vezetőket, és azok fogadják azért, hogy esetleg rúgjam már ki egy bírót, aki neki nem tetszik. Jó, akkor még nem tudják, hogy ezért fogadják, amikor fogadják. Bocsi, hogyha te úgy fölhívod, én vagy én vagy... Én azt gondolom, van egy fontos ügy, kellene beszélnünk két mondatot, gyere be. És hogyha én fölhívom az OBH elnökét, hogy van egy fontos, hogy kéne beszélnünk, akkor így fogad? Két időpontot. Akkor fogad? Mégiscsak azért a végrehajtók vezetője volt. Oké, rendben. Utána nem láttam olyat, hogy lett volna bármiféle dokumentum arról, hogy jelentette volna olyan nincs is az úriember, hogy nála járt ez a fickó, ki akart rugatni egy bírót, ez így azért mégiscsak botrány, tisztelt miniszter asszony, nézzenek utána, hogy ez mit csinál ez a figura. Ilyenről nem tudok. Most ezért követelnek vizsgálatot. Ilyenről nem tudok, én is követelek vizsgálatot, minden magyar állampolgár követelhet, ugyanis ezeket az embereket mi tartjuk el, mi tartjuk fenn azért, hogy az igazságszolgáltatás fölött örködjenek, és azt irányítsák. És... De könnyű, hát itt igazságügyi minisztérium államtitkára, annak a korrupciós ügyéről van szó. Tehát én nem tudok, ennél emblematikusabbat nem tudok elképzelni. Tehát, hogy az igazságügyi minisztérium államtitkára. És ez a régi klasszikus, ami már rég kiveszett a divatból, tehát már teljesen más módszerekkel oldják meg a vagyonosodását a politikusoknak bizony. Igen, és ő még ilyen konzervatív, egy igazi életmódi konzervatív, ami a korrupciót illeti. Ilyen nejlonzacsiban tényleg ott ez elteszi. Semmi nem vitt bele, hanem ezt a klasszikus módszert érvényesítettem. Ahogy megszoktuk, megszerettük. De hogyha a független bíróságról beszélünk, azt az illúziót kergetjük, hogy én itt tegnap ezt már megemlítettem egy beszélgetésben, hát az a legcsodálatosabb, amikor a miniszterelnök rádió nyilatkozata a jogforrás egy bírósági ítélethez. Ja, hát azt, ugye, mire gondolt a miniszterelnök, hogy kik mit gondolnak a világban, na, azt szerint hozzuk az ítéletet. Ugye ez az a bizonyos Duro-Dor által ledarált mesekönyv története a Labrisz kiadóval, amelyik ezt a könyvet világra segítette. Sajátos. Ez egyébként nem mond ellent annak, hogy független bíráskodás van Magyarországon, mert attól még, hogy valaki független, ő is függetlenül találta ki. De nem, ki található, tehát nem kell, hogy oda telefonáljanak a miniszterelnökségről, hogy na már pedig ilyen ítélet szülessen. Lehet, hogy ez a bíró ezt tényleg úgy gondolja, vagy lehet ez a bíró például megveszekedetten nagy rajongója a miniszterelnöknek, és azért belefoglal egy ítéletébe, remélhetőleg ott a bírói testület azért még ránéz, meg talán lesz még egy fok, ahol hát lehet ez erről. Másodfok. Másodfok, de azért még mehet följebb, tehát hogy van egy kúria. Meg azt én is mindig szeretem elmondani, hogy azért évek óta van alkalmunk nagyon sok
felen részt venni a magyar bíróságokon, különböző helyreigazítási próbálkozásoknak köszönhetően, és én egyáltalán nem tapasztalom, hogy ezek a bíróságok, amelyek az ilyen típusú ügyekben eljárnának, bármilyen módon ne lennének függetlenek. Tehát abban az értem, hogy ne autonóm módon hoznának ítéleteket, hogy néha nekem nem tetszik. Egyébként nagyon néha szerencsére éveken át nem vesztettünk egészében sajtóhelyreigazítást. Szerencsére mi nem vesztettünk még, lekopogom, és megnyertük az összeset. És ettől még lehet, hogy nem értünk egyet valamivel, de azt biztos, hogy nem lehet tapasztalni, hogy bármilyen ilyen, hogy mondjam, ilyen központi ukázók alapján, vagy egységes érvrendszerrel próbálnák ezeket az ítéleteket meghozni. Szóval ezt a részében, amit mi tapasztalunk a mindennapokban, az biztos, hogy egy... Szerintem is a bíráskodás még az a hatalmi ág, amely tényleg létezik, és annak a saját... Az, hogy körülbelül belenyúlni, azt láttuk Handó Tünde óta, hogy milyen kísérletek voltak, hogy milyen feszültségek keletkeztek, hogy a kinevezésekben, a ügyáthelyezésekben, tehát hogy próbált mindenképpen belenyúlni a politika, és részben sikeres is volt ebben, de hogy amikor ott van a tárgyalóteremben a bíró, és ő dönt, akkor azért alapvetően Magyarországon ez még függetlenül zajlik. Hát meg a konkrét ügy is azt mutatja, hogy itt maguk a bíró is kértek vizsgálatot ebben az ügyben, mint a végrehajtós ügyben. Tehát, hogy az maga... Végrehajtás, igen. Tehát, hogy ott az volt, hogy nekik vannak olyan immunreakciójuk, ami a saját szervezetük integritását meg akarja védeni. Nyilván ez, hogy mondjam, a Fidesz történelem az nem azt jelzi, hogy ezt nagyon hosszú ideig és nagyon konzekvensen lehet csinálni, de amíg van egy ilyen önvédelmi reflex egy szervezetnek, hogy az integritását védje, szerintem az egyértelműen azt mutatja, hogy az egy autonóm gondolatok irányítják azért. Stumpf András, Pető Péter, köszönöm. Nagyon szívesen. Gyertek máskor is.